Köszöntöm a kedves nézőket, újra itt vagyunk a Kurvára Egyenes Beszéd című műsorban. Vendégeim a stúdióban Fábián Tamás, szakíró, közíró, és Németh Tamás, gondolkodó, közíró, újságíró ember. Bárki, akivel találkozom az utcán, ugyanazt kérdezi tőlünk, elmúlt hónapok, következő évek, mi van, mi volt, mi lesz, mi lesz? Abból induljunk ki, amit konkrétan tudunk. Tehát, hogy az információknak az a halmaza, ami itt van előttünk. És ugye már az, hogy ezt meg tudjuk határozni egyáltalán, hogy mi az, amit tudunk, és mi az, amit nem tudunk, mert ez olyan viták szoktak kipattanni ebből, hogy én nem is tudom. Talán a mi műsorunkban is sokat segítene, hogyha megpróbálnánk ezt a tudások halmazait, legalább a mi hármunk tudásának közös halmazát, ha megkeressük már a műsor elején. Majd talán, hogyha később lesz idő, akkor én már ilyen halmazokat felrajzoltam, és nem tudom, hogyha esetleg úgy... Szerintem ezt mindjárt megbeszélhetjük, jó, okay. Viszont, ha jól tudom, itt a szereplők azok, amik igazán számítanak, és számotokra is, mert erről ugye beszélgettünk kicsit még egy korábbi műsorban, és ott már felmerült ez, hogy a szereplőket egészen pontosan kellene definiálni, és az ő saját mozgásterüket, az ő saját indítékaikat. Ti hogy látjátok? Igen. Készültem a műsorra, és... De mielőtt, bocsánat, csak hogy a szabadba vágok, hogy csak pont itt a stúdióban a műsor előtt beszéltük, hogy végülis évekkel ezelőtt nyitottunk egy zárójelet, és afelé haladunk, hogy én most nem látom, hogy mikor tudnánk ezt a zárójelet lezárni. Nem látok ki a zárójelből konkrétan. Szerintem nagyon jó lenne most akkor pontosan tisztázni és végigmenni a lépéseken, hogy mik vezettek ahhoz a folyamathoz, hogy mi itt ülünk. És látom, hogy készíted is a noteszed, de erre most már nem lesz időnk, mert a műsorunk végéhez értünk. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. A nézőktől pedig azt kérem, hogy ne menjenek sehova, mert mindjárt folytatjuk egy másik nagyon izgalmas műsorral. Köszöntjük nézőinket, önök a Mögé Néző című műsort látják. Nagyon köszönöm vendégeinknek, Németh Tamás, fasiszta influencer szakértőnek, és Lengyel Szabó Péter, oknyomozó újságíró, általános megmondó embernek, hogy elfogadtátok a meghívást, és ebben a műsorban is újra áttekinthetjük azokat a témákat, amikről már a legutóbbi műsorban is beszélgettünk, de most egy kicsit nézzünk a dolgok mögé. Még mielőtt ebbe belekezdenénk, ugye az én nagyon örülök, hogy a műsor címe is már ugye Mögé Néző, és nem mellénéző, mert ahogy az elmúlt hetekben, hónapokban láttuk, rajtunk kívül, és most az összes műsorunkra gondolok, senki nem feszegeti valójában, hogy tényleg mi van, vagy mi volt az elmúlt hónapokban. De itt szerintetek a nyomás, ami érkezett, az mennyiben befolyásolta az eseményeknek az alakulását? Ugye most azért azt látjuk, hogy egy magyar társadalom is így gyakorlatilag nem is ketté, hanem sok apró szilánkra osztott a tekintetben, hogy hogyan értelmezik az eseményeket, hogy mi történt ezen az ominózus, nem is tudom mi volt ez, csütörtök, péntek, vasárnap, kett, ki tudja, hogy szerintetek ki volt itt, aki igazán mozgatta a szálakat? De én azt tudom javasolni, hogy tegyünk egy gondolatkísérletet, hogyha minden máshogy történt volna, akkor ugyanígy történtek volna a dolgok. Mert szerintem nem. De ugye szerintetek, hogyha ugyanaz, ami most történt, ez mondjuk 20 évvel korábban történik, akkor most ugyanott tartanánk? Vagy 60? Pontosan tudjuk, szinte ezen a napon, hogy mi volt 60 évvel ezelőtt. Szerintem nagyon jó, hogy nem akkor indukálódtak ezek a folyamatok. Na ez az, amit nem szabad elviccelni. Igen, és egyébként azért is örülök, hogy ezt mondod, mert hogy a műsornak is kicsit ez a mottója és az öndefiníciója, hogy itt most végre komolyan beszélgetünk és a dolgok mögé nézünk. De az még egy nagyon fontos kérdés szerintem, hogy szerintetek itt ki az, aki most örül? Ki nyert? Nagyon, nagyon jó a kérdés, és azt hiszem talán pont ugyanígy beszéltünk erről hosszan egy másik műsorban. Valószínűleg a kedves nézők is emlékeznek arra a műsorra és arra a megfejtésre, ami ott született. Én vendégeimnek nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, és bízom benne, hogy egy következő műsorban majd esetleg még tudjuk folytatni ezt a témakört. Most én vagyok a mesterlövésszel. Én jövök. Nem a mögé néző külön kiadása? Nem, az holnap. Ja, az holnap. Bocsánat.
Köszöntöm a kedves nézőinket, ez itt a Mesterlövész című műsorunk első része, amelyben ugyanazokkal az emberekkel, ugyanazokat a témákat vesézzük ki, de vajon ugyanúgy? Köszöntöm a vendégeimet, Fábián Tamás, független tabuállítót, és Lengyel Szabó Pétert Budapestről. Az előző műsorainkban sokat beszéltünk arról, hogy mi volt, hogy mi van, sőt azt is megpróbáltuk felfejteni, hogy mi lesz, de azokat a fontos pontokat, hogyha át tudnánk most mégis együtt beszélni, hogy mi lehet az a kettő, vagy talán három fontos momentum, ami oda vezetett, ahol most tartunk. Azt, hogy itt a vendégtársamat folyamatosan egykori KISZ titkározzák, szerintem itt most ki kell mondani, hogy ő nem volt KISZ titkár, nem volt 3x3-as, nem tudom, ennek itt van az ideje szerintem, mert én mindenhonnan ezt kapom. Ezt nagyon át tudom érezni, tényleg sokan támadtak engem is azzal, hogy 3x3-as voltam. És ha nagyon őszinte vagyok, akkor maximum 3x2, de az idők nagy részében 3x1, és a 3x1 az szinte gyakorlatilag semmi. De hogyha nagyon röviden össze akarom foglalni, hogy mi volt itt a fő állítás, akkor a 3x1 az tulajdonképpen már majdnem nulla. Így, nagyon igaz, nagyon igaz. És ha így gondolunk erre, hogy 3x0, akkor gyakorlatilag ez a probléma meg is szűnik, tehát nem létezik, nem volt. És ugyan megpróbálhatsz osztani nullával, de annak semmi lesz a vége. Tehát semmi. És akkor megint arról van szó, hogy a semmiről beszélünk. Megint és a semmi lovagoltak. Számomra ez a legdühítőbb, amikor erről van szó, perceken, napokon, műsorokon, egy egész csatornán erről van szó, hogy a semmiről beszélnek. Így van. Pontosan ezt próbáljuk elkerülni ebben a műsorban, nem véletlenül az a cím, hogy Mesterlövész, mert nagyon fókuszáltan, nagyon konkrétan szeretném, hogyha végig tudnánk menni ezeken a pontokon, amin a műsor elején, amit a műsor elején már említettem. És én azt gondolom egyébként, hogy a nézők is vágyják, vagy erre vágynak, és ezt szeretnék ők is megtudni tulajdonképpen, hogy mik azok a pontok, ami most már jól lenne, hogy túllendülnénk, mert nem is tudom, hogy kell ezt mondani szerinted? Mi az az állapot, amiben most vagyunk? Az, hogy valahogy úgy kell újat mutatnunk, hogy közben a réginek az értékeit kell átörökítenünk. Szavatokat ne felejtjétek, itt nyitnék egy zárójelet. Bocsánat csak, hogyha még annyit mondhatok, hogy a Tamás az előbb sugott nekem egy nagyon érdekes állítást. Igen, egy tulajdonképpen nem is állítás volt, amit megfogalmaztam, bár végül is az állítás csak a része, de igazából egy lábjegyzetet húztam, csak csupán ahhoz abba a zárójelbe, és abba tényleg így két ilyen gondolatjel közé. De hogyha másfele fordítjuk a fejünket, akkor teljesen másképp hat ránk. Pontosan ez a baj, hogy mindenki a saját kis köreiben beszélget. Ezt látom, kinyitok egy újságot, felmegyek a netre, bekapcsolom a tévét, ott ül ugyanaz a három ember, és beszélget arra, hogy nem is értem, miről van szó, utalgatnak egymásnak mindenféle vicces, meg komolykodó álláspontot, aztán átkapcsolok máshova, ott is ugyanaz a három ül, és így nem lehet ebből kiszakadni, nem érti a néző, hogy miről van szó. Nagyon igaz, és azért örülök, hogy ezt a műsort meg tudtuk csinálni így együtt, mert talán most ki tudunk így szakadni mi hárman ebből a körből, és tudunk olyan nézőpontokat is ütköztetni, ami máshol nem találkoznának. De lejárt sajnos a műsoridőnk, úgyhogy így ebben a formában elköszönünk nézőinktől, de ne menjenek sehová, hisz a következő műsorunkban, a Mesterlövész Extrában sokkal bővebben, sokkal részletesebben fogjuk kifejteni ugyanazokat a témákat Fábián Tamással és Lengyel Szabó Péterrel. Afelé haladunk, hogy én most nem látom, hogy mikor tudnánk ezt a zárójelet lezárni. Nem látok ki a zárójelből konkrétan.